Egy magános lovag Pesten nagy méla van. Reggel már az idő, s az utcák még mind üresek. Heti vásár napja és semmi szekér a vásártéreken. Szép derült nap, és semmi járás járáskelés az utcákon. A szokott zsibongás helyett a népes járdákon alig tévedez egy-egy magányos alak, kit a kényszerűség kihajtott, vagy aki a helyzetet nem ismeri. Az utca szegleteken rövid tartalmú farragaszok vannak, miket az éjjel ragasztottak ki. Ha a magányos utcajáró azokból egyet elolvasott, sietteti lépteit, és igyekszik az utcáról eltűnni. Nehéz fenyegetések vannak a ma nyomtatott sorokban. Pest olyan derült arcú város, különben nincsenek ócska tornyai, vármaradványai, mik elmúlt borús időkre emlékeztetnének. Az utolsó védbástya fala, Régházak közé van beépítve, nincsenek ódonkastélyai, mikhez rémmeséket költhetne a népmonda, nincsenek titoktartó kolostorai, míg hideg borzadáit lehelnének falaikból, nincsenek fényes arisztokratikus palotái, nincs sem Bastille, sem Towere, de nincs Kremlie és Louvre sem. Még csak egy nagyobb szerű templom sem kevéjíti arcát. Olyan otthonnak szánt város az egész. Húsz év előtti arcáról beszélek. Még akkor nem volt körüle az a száz fekete kémény, mely most minden nap fekete korommal írja fel az égre a földi prózának diadalait. Eszébe sem élt a múzeum körüli city. A széles Dunaparton hosszan egy, csupa egyenlő, két emeletes házakból támadt épület sor mosolygott. Olyan volt az, mint egy szép fiatal hölgynek ajkai közt a ragyogó fogsor. A közeledő idegent úgy hívogatja ez első tekintet. Már most azután ennek a fiatal hölgy arcnak csak egy bajuszt kell festeni, hogy szokott imádói se ismerjenek rá, és az idegenek elfussanak tőle. E fiatal hölgy arcra festett bajusz egy kanyargó pallizált sor az új épületi laktanyától a lánchíd főig, melyet a császári hadvezér húzatott a városon keresztül test közepén végig egy hegyes cölöpökből vert palánk, a Dunáig kettős sorban, a Dunaparton végig egyszerűen a palánk közeiben lőrések. A Lánchíd főnél tágas udvarrá alakul a palánk, mely a mostani Lloyd, akkor nemzeti kaszinó épületéig terjed. Ez udvarral összekötve ott, hol a koronázási halom áll most. emelkedik egy tuskóvárad, négyszögű nyílásokkal, mikből ágyúk leskelődnek elő. Ezek a csodaszörnyek, amiknek tátongó nyílása egyszerre száj és végűr. E Tuskóvárad várad által a Dunasor egy zsákutcává lett, mely középet el van zárva. A Lánchídon nem jár a polgári közönség, a budai oldalon pedig, hol most az alagút száda nyílik, a lánchíd egész szélében van kiszegezve tizenkét gátlöveg, mint egy lefektetett orgona, mely egy jelszóra végig söpörheti az egész láncidat. Azok a farragaszok, mik korán reggel ott támadtak az utca szögleteken, azt jelentik a lakosságnak, hogy akik a mai napon a város utcáin ácsorogni fognak, vagy akik a pallizád vonarra néző ablakokban találják magukat mutogatni, a kíváncsiságból származható személyes veszedelmek esélyeit maguknak tulajdonítsák. Azért mégis akadta kíváncsi, akik leeresztett ablakfüggönyök mögül egy-egy pillantást vetettek a palánk sorozat mögé, s megpillanták a szakadatlanul vonuló szuronsort, mely mint egy tüskés hátú, óriás kígyó tekerget szűk korlátai közt végig a pallizás sor mögött, a lánchídon át Budára, Dobszó, trombita hang nélkül. De még aki lenézni nem mert is a fenyegető misztériumra, hallhatá egész éjjel azt a szakadatlan zöleit, mely megrázta a házak talapzatait, s az alvókat felkölté ágyaikból a nehéz lövegek gördülését a kövezeten. Másfelől a hajóhídon, melynek hídfője a mostani Deák utcával volt szemben, lovas csapatok Társzekerek hosszú sora nyomakodott egymás sarkába, mint akinek nagy sietsége van. Szorongva kérdezé mindenki, mi történik mai nap. Amint az utolsó lovas csapat áthaladta hajóhídon, egyszerre kigyulladt annak a budai partot érő vége, nyugoti szél fújt, a híd kátrányos szalmával volt megfordva, öt perc alatt lángba borult az egész, s lobogott egyik parttól a másikig. A kék juna mint egy vonagló óriás kígyó derekán tűzövvel átszolítva. Most azután tudta mindenki, hogy mi történik. A császári hadvezér elégeti a háta mögött a hidat. A háta mögött. A büszke főúr, ki csak a bárónál kezdődik az ember, a kevés államférfi, ki egy egész nemzettel, mely békejobbját nyújtá felé, még egyezkedni sem akart, az elbízott hadvezér, ki négy hó előtt sipkáját a budai királyilak asztalához vágva mondá, „Ecco, kócse, finita la comédia. És most elégeti a hídat a háta mögött. Az eltaszított békejobb jobb elől futva, melyet önmaga kényszerített a kard barkolathoz nyúlni. Hát a háta mögött milyen? Ugyanakkor, midőn a hajó hajóhíd tűzöve átölelte a kék folyamot, a kerepesi úton egy magányos lovag vágtat be a városba. Egyetlen egy huszár. Öltözetéről ítélve főtiszt lehet, jó telivér paripán ül, kardját ki sem húzta, pisztolyai nyerekkápájában pihennek. Egyedül vágtat végig a hosszú, téres utcán. Messze elmaradva mögötte üget egy kis huszárcsapat, vakmerő vezetőjét szemmel is alig éri be. A vágtató magányos lovak paripa dovajára kitekintenek a lakosok az ablakon. És akkor, mint egy varázsütésre, egy gondolat, egy pillanat alatt megváltozik az egész város arca. Az első huszár nyargal a városon végig. és amint végig nyargal, felhangzik nyomában az a visszagondolhatatlan, leírhatatlan kiáltás, amit csak akkor fog még egyszer hallani Isten, mikor az arkangyal trombitája azt fogja harsogni. Feltámadás. Mikor az újra ébredők milliárdjai lerázzák magukról a földet, mely alatt átszúnyadták a századok rémálmait, mikor a gyöngéknek erejük villámmá nő, s az erősek hatalma füsté oszlik, mikor lelke támad minden rögnek, s a föld egész felszíne egy élő tömeggé válik, melyből egy csillagokig ható zengés harsogja az egyik sarktól a másikig, hozsánna, hozsánna. Ilyen kiáltás volt az. Egy rettenetes éjjen ordítás, mely kezdődött a kerepesi úton, s végig hangzott az indóházig, hosszan az egész Dunasoron végig, be a legszűkebb utcák mélyébe, s mentül tovább, annál magasabbra emelkedett fel, fel a szent őrjöngi és eget rázó riadaláig, százezernyi börtönből kiszabadult rabnak frenetikus démon kardala volt az. A rab titánok üdvordítása volt az, kiknek sikerült ledobni melleikről a peliont és az osszát. Mint a feltámadás napján, mikor a sírok felvetik halottaikat, mikor minden rög meg megelevenül, egyszerre megtelt néptömeggel minden utca őrjöngő gyönyörtül itt a stomboló néptömeggel. Ag, gyermek, férfi, nő, úr, napszámos zsidó, keresztjén, ismerős, ismeretlen ölelte, csókolta egymást, zokogott, kacagott, kérdezett, válaszolt, éjenzett, kiáltozta teletorokból, tele, torogból, tele a haza szent nevét. Minden ablak egyszerre felnyílt, minden ablak tele lett mosolygó angyalfőkkel, Örömükben könyhullató, fájdalmukban nevető hölgyarcokkal. Koszorúnak lett fonva az üvegházak minden virága, s a koszorúk a virágok lehajgálva a huszárok lovainak lábaihoz. A legelső huszárok lovainak lábaihoz, kik Pest utcáin végig robogtak. Hogy elhalmozták azokat koszorúkkal? A virág füzértől nem látszott ló és lovas. Hogy omlottak le előttük térdre, arcra, magasrangú, csodaszépségű úrhölgyek, mint szentek, mint megváltók előtt. Magasrangú, csodaszépségű úrhölgyek oda az utcaporába és csókolták a közhuszár barnót kezét. És egyszerre, egy villanyütésre kint lengett minden házon a nemzeti szín lobogó, a gyönyörű, piros-fehér-zöld jelvények a nemzeti címerekkel, miket dugdosni titokban tartani kellett eddig, miket a nők testeiken viseltek eddig, miket halálveszedelem volt rejtegetni. Most egyszerre megjelentek. Hosszú, szélben úszó lobogók és apró repkedő zászlócskák, ablakokban, erkélyeken, háztetők, padlások nyiladékaiban toronytetőkön. Egy város, mely egy varázsszóra pillangó szárnyakat kapott, s örömében az égbe akar repülni velük. Kivette volna akkor észre, hogy ez örömragyogás felett egy szemfödelet sző, sötét füstfelekből, valami ellenséges szellem titkos keze. A lángoló hajóhíd füstje terjeng a mennyegzőjét ülő ifjúváros pántlikás feje felett, mint baljóslatú gyászfátyol. A magányos lovag ki előre nyargalt az üdvrivalló tömeg diadalzaját mindenütt megelőzve, a hatvani utcán átvágtatott, s azután bekanyarodott egyik mellékutcába. Ott elkezdett lassabban léptetni, s egy házszámot keresett. Mikor rátalált a keresett számra, leszállt lovárul, s azt bevezeté maga után a ház nyitott kapuján az udvarra. A lódobajra, és sarkantyú pengésre kidugta a borzas fejét egy alacsony, üveges ajtón valami házmesterféle féle egyéniség. Csizmadia volt, valószínűleg. Jó napot! mondta a lovag. A házmester részéről az volt rá a Isten, hogy ajtóstól együtt kibukott az udvarra. Először megrohanta a tisztet, annak elkapta az egyik kezét, azt megcsókolta, a tiszt visszarántotta a kezét, akkor megcsókolta a kardbojtját a tiszt azt sem engedte sokáig. Akkor átnyalábolta a lova fejét, s annak csókolta meg az orrát. Azután neki iramodott, hogy majd kiszalad az utcára, s miután a tiszt által le futamodásban gallériánál megragadtatván tényleg akadályozva lőn, csak az udvart lárbázhatta fel e kiáltással. Itt a huszárok, itt a magyarok! Ugyan, polgártárs, ne ordítson, oly bomlott túl, csitítá őt a főtiszt. De hát hogyan jött ide nagyságot, fölséget, szentséget, generális úr, feldmarsal úr, szent Mihály arkangyal úr, hogyan jöhetett ide? No, azt majd elmesélem máskor, hanem most elébb utasítson engem valakihez, akinek a házban kell lakni, és akivel én még ez órában akarok beszélni. Elébb a szentséges szent nevét mondja meg nekem az úr, hat tudjam, kit látok élő szemeimmel. Jól van, öreg, megmondom. Baradlai Rihárnak hínak. A kedvetelik benne, akár ide kvárt éhozom magamat, hanem elébb utasítson el szaporán. Ó, Istenem, milyen szép ember! Egy ilyen huszár! Az a nemzeti kartkötővel. Már hogy tudott a feleségem meghalni ezelőtt egy héttel, hogy nem tudja ezt látni, hogy nem hívhatom őt haza, hogy ezt látná. Nem akart addig meghalni, míg egy huszárt nem lát ismét az utcán végig nyargalni. Vihárnak már csak végig kellett várni, hogy hacsírja sírja ki magát, kedvére a jó ember. Végre aztán nagy zokogás közt csak rátért a házmester. Hát mi tetszik? Én egy asszonyságot keresek, kinek itt van a szállása. Bizonyos bajcsik né asszony. Ó, tudom, tudom, itt van bizannak a szállása, itt van. Ugyan nem szabad ennek a szép paripának egy kis kávés kalácsot adnom. Adjon fel a paripámról való gondoskodással, édesföldim. Hányadik ajtó azon asszonysági? A huszonegyedik a második emeletben szolgálatjára. Szabad lesz addig ennek a dicső paripának a kantárját tartanom. Richard mosolygott te haza fiúi extázison, és miután lóháton csak ugyan nem szándékozott fölmenni a második emeletre, rábízta a kantárszárát a házmesterre. Ki is a kedvező alkalmat felhasználva az alatt, míg Richard fölment a 21. ajtóig, benyúlt a szobája ablakán, kivette onnan félbehagyott reggeliét, a kávésbögrét és a kuglihupfot, és nagy gyönyörködéssel mártogatott falatot falat után a kávéba, s ha rakta egyenként a tenyerébe, onnan meg a lószájába. S úgy örült neki, hogy az azt kegyeskedik megenni. Egyszer aztán Rihárd lekiált rá a második emelet folyosójáról. De tán nincs itt az asszonyság? Senki sem jöj felnyitni az ajtót. A házmester az udvarról válaszolt. Ja, bíz, az asszonyság nincsen ide haza. Hát valami cselédje nincs itt. Senki sincsen ide haza. Ejnye polgártárs, ezt megmondhatta volna oda lenni is, nem másztam volna fel az emeletbe. A jámbor furfangosan nevetett, hiszen csak azt a szép lovat akarta megreggelisztetni. Mikor aztán Rihárd megint leszállt az udvarra, a világért sem veszekedett a bohó öreggel a megjáratásért. Minden tréfát felszokott venni és mindenkitől. Az oroszlán nem használja a körmeit vakarózásra, mint a kutya. Hát, mikor jön haza ez az asszonyság? Bizony, nem tudom. Azt sem tudja, hogy hol van. Hol találkozhatnám vele? Az egzaltált hazafi égfelé keserve szemeit. Ó, bár találkozhatnék vele, ezek szerenciás úr, még ma, még ez órában. Bár nyithatná be, bár rúghatná be, sarokkal bár üthetné be buzogánnyal azt az ajtót, amelyen belül az az asszonyság most lakik. Mi a patvar? Hát hol lakik? Bodán. A kaszamátában. S miért lakik ott? Azért, mert oda van bezárva. Egy éjjel érte jöttek, elfogták. Azt mondták, hogy a miénkkel cimborál, hogy azoknak szállít hadiszereket, meg tudósításokat. Igaz, hogy sokat járt Debrecenbe, aztán elfogták cselédestül együtt, s átvitték Budára. Többször vittem oda után, ahol hozzá nem eresztettek soha. Ott van a numero egyben, a fehér vári kapu mellett. Priárt bosszúsan csapott kardja végével a földre. Amiért annyira sietett, amiért előre vágtatott az ellenségtől elhagyott város közepébe, az nem a dics szomj volt, nem a vágy a felszabadult város első öröm riadalától megittasodhatni, hanem egy szent fogadás, melyet egy kardja által lefektetett bajtársnak, egy vitéz ellenfélnek halállal küzdő kezébe tett le. Nem fog gyermeket sírása felkölteni ott len. E fogadás, ez ígéret sarkantyúzta lelkét mindazon nap óta a türelmetlenség ingerült mérgével vezette napról napra lovasait az ütközetbe, mely minden nap megújult Pest hogy minden nap félbeszakadjon a sorompók előtt. Csak álharcok voltak azok a főhadsereg elvonulásának álcázására, Mely ez alatt komáron felszabadítására sietett. És most, időn azt hitte, hogy már célhoz ért, azt kell hallania, hogy éppen olyan messze van, mint a pokol. Ha akarja, oda juthat, de csak elkárhozva. Akit keres, akitől meg kell tudnia a palvic ottó gyermekének hol az Budán van. A várban elfogva, börtönre ez a szerencsétlen némber bujósdit játszik a sorssal. Mikor Palvic kereste, akkor a magyar tábor vonalán belül volt csak található, s midőn baradlai keresi, az osztrák várfogságban ül. Kívüle pedig a gyermekről senki sem tud semmit. Az ilyen lények történetét nem szokták sok embernek elbeszélni.